Somlai kisdórának a sportos feladatok mentek a legjobban. Nem hiába, hiszen az iskolás kislány nagyon szereti a testnevelést. Bele kellett dobni a kukába üvegeket. De ez nekem nagyon jól ment. Igen. Ezen a vetélkedőn a sport mellett a természet és környezetvédelem is fontos szerepet kapott, hiszen a versenyen a sóstó élővilágával, a szelektív hulladékgyűjtéssel és a megújuló energiákkal kapcsolatos feladatok is szerepeltek. És mint a cégcsoport egyik vezetője mondja, a programnak pont ez, a környezettudatosság népszerűsítése a célja. Eleinte inkább ugye a vezetőség kezdeményezésére születtek hasonló események, de már a büszkén elmondhatom, hogy a műszakban dolgozó kollégák részéről úgy, mint akár a mérnökök vagy a vezetőség részéről mennek ezek a kezdeményezések. A terület önkormányzati képviselője nagyon örül annak, hogy a sóstó egyre népszerűbb látogatóhely a városlakók körében. Mint Breyer Éva mondta, nincs olyan hétvége, amikor ne lennének vendégek a természetvédelmi területen. Szinte már minden hétvége foglalt, tehát most már használjuk, hála jó Istennek, jól egyébként a sóstót, mert használhatnánk rosszul is, de nem célunk az, hogy ide nagyon-nagyon több ezres tömegeket engedjünk, hanem alázattal kell lenni a természet iránt. A Köfém cégcsoport számára nagyon fontos a társadalmi felelősségvállalás, ezért korábban már például a Zöld tanyán is végeztek felújításokat, és mint az ügyvezető mondja, ebben a hónapban is végeznek még önkéntes munkát.